Sziasztok, ez itt újra névi demutató. Újabb, nem annyira ismert filmeket mutatok nektek ma. Az egyik a Brazíliai fiúk, a másik pedig ide a Godzilla. Mind a kettőben vannak érdekes mód valós elemek, ami tényleg volt. Ennek mind a kettő kitalált hosszában, összességében. És hát föl van fűszerezve pár érdekes elemmel. A Brazíliai fiúk az igazán egy thriller horror is van majdnem a végére. Ami ott kreálódik a végén, ezt nem mondom nektek, hogy mi. A lényeg az, hogy a másik világháború után játszódik, tehát valós alapokon nyugszik, majd a végére kicsit tovább gondolják itt a dolgokat. A Hidalgo tűzött szárnya pedig egy igazi kalandfilmé válik a végéig, amelyben elnyeri jó és rossz jutalmát. Az elején viszont állítólagosan vannak valós emberek, benne maga a Hidalgo, az például létezett és nagy szerepe volt az életben. Úgyhogy ez egy érdekes érdekesség, amit csak most mondani akartam nektek. De nézzük sorjában. Szerintem már az előző fiúknál már a képi világ sugallja azt, hogy mi várható. Lényeg az, hogy lesznek érdekességek, nem akarom mondani. Tehát, és hát nagyon jók itt is a színészeket, Laurence Olivier vagy Gregory Peck szinte említésre sem méltó, ennél többet mondani róluk, mert ez bőven elég. Ugye ne vizgett ki mondjuk, tök színész legendák voltak, de James Mason se egy kis ember. De ilyenkor már idősebbek voltak ők már, de mégis az hasznosan nyitották. Nézzük, mi van a filmen. Itt 120 perces filmre van szó, feliratozva van rajta magyar. Sajnos magyar hangból csak 2.0-as volt, angolból 5.1-es hang. Interaktív menü van az extrán, és közvetlen jelet választás, gyakorlatilag egy külön menü, azt jó van. Igazából mondjuk itt érdekes lett volna szerintem, hogy így készült mindenképp, meg érdekességek erről a korszakról, hogy a háború után játszódik. Szóval, ugye, azt hiszem Brazíliával értelemszerűen címvésben ott. Régen láttam már, de emlékszem, hogy már így emlékezetes. Érdemes meg benne is néhány száz forintot már. Veszem visszatér az interneten. Nézzük a következőt, Hidalgo tűzoltánya. Ez se egy hatalmas film egyébként, még az előző az jobb és jobb egyéb iránt. Ez nem egy hatalmas film, nem is azért vettem meg, hanem azért, mert nagyon az egyik legjobb fényképezése és a zenéje, hangok és a kaland feeling az nagyon benne van, miközben nem totál fantasztikus elemek, lények, egyebek, vonásos, többi nincs benne. Csak hát a történet tovább gondolással elvileg más, mint az eredeti Hidalgo történet. És Viggo Mortensen is nagyon jó ebbe a szerepbe, szerintem ő kötelező volt ebbe a szerepbe, imádja a lovakat, elvitt innen a lovat, elvitt a gyűrűn a lovat, tehát tele van lóval, otthon is, imádja a lovakat, hogy átadja az állatokat. Szerintem tök jó volt a szerepre, a másságokat mindig imádjuk, és régen is mindig szerettem. Úgyhogy emiatt érdemes egyszer-kétszer megnézni a filmet, viszont a film túl van nyújtva, tehát ez egyértelmű, túl van nyújtva. Nem is egy rövid filmről beszélünk, hát olyan 130 perc körül, most úgy látom nincs ideírva, de összesen 130 vagy talán még több. Viszont vannak rajta extrák, homok és celluloid címmel egy rövid film, illetve egy rejtett extra. Ezen kívül Dolby digitálos magyar, angol és cseh hang, tehát itt ezen nem soroltak, ez most nem egy stereo vagy mono hangzás. Hát igazából tetszik a képvilága és hát a sivatag. A dünéket, a kaland feeling az nagyon rajta van, ezt jól megcsináltál. Láttunk szintén egy jelenet, leírást, jelenetsort, amit kiválaszthatunk a lemezen is. Hát igazából ennyit akartam a kérdésre mondani, én azt mondom, ezeket is érdemes beszerezni, de nem fogtok külön passzívusabb kitekinteni rájuk, mindenképp érdemes megnézni, főleg a brazíliai fiúkat, de Hidalgót is a már említett audiovizuális élménye mindenki. És az állatokért már, aki szereti az állatokat, de szerintem ki ne szeretné. Úgyhogy tudatok, sziasztok!